Pécsett a Csontvári Múzeumban jöttek össze a művészet és a divat összekapcsolódása iránt érdeklődő tervezők. A találkozó célja az volt, hogy a Janus Pannonius Múzeum, a Nemzeti Divatliga és a Kreatív Ipari Klaszter pályázatot hirdesse nem csak hazai tervezők számára. Nem csak a magyar tervezőket hívtuk ide, hogy nézzék meg a tárlatot, és együtt döntsük majd el, hogy ki lesz az az alkotó, aki a pályázatban legjobban inspirálja őket, tehát ez egy közös gondolkodás, közös munka lesz, hanem már külföldről is jönnek az érdeklődések. A koronavírus járvány karantén ideje alatt heti rendszerességgel szervezett online találkozókat a Kreatív Ipari Klaszter, melyen a Janus Pannonius Múzeum és a Nemzeti Divatliga is részt vett. Ekkor jött létre közösen a pályázat ötlete, mondja Keresnyei János, a Kreatív Ipari Klaszter elnöke. Nekünk az a tervünk, hogy kidolgozzuk ezt a módszertant, hogy hogyan lehet inspirálni divat tervezőket a művészi alkotások és a múzeumi kiállítások által, és a kamara pedig ki is dolgozza ennek a jogi és egyéb feltételeit. A pályázat célja egy olyan megvalósítható divattermék létrehozása, amelyet a Janus Pannonius Múzeum egyik művészeti tárlata inspirált. A kiválasztott termék a fenntartható divat szellemiségében legyártásra kerül, és elérhetővé válik a múzeum látogatói, illetve a művészeteket és a divatot kedvelő és támogatni vágyó nagy közönség számára. Hogy nagyszerű lenne, hogyha művészek, iparművészek a mi múzeumi, illetve a nálunk lévő műtárgyak inspirációja alapján találnának ki és terveznének új ruhákat és mindenféle kiegészítőket, úgyhogy ennek tesszük le most az alapjait. A projektindítón a pályázat iránt érdeklődő alkotók egy zárt körű táratvezetésen is részt vettek. Ennek során megismerhették a Janus Pannonius Múzeumban kiállított műalkotásokat, mint például a csontvári tárlat anyagát, és a projektet életre hívó szervezetek képviselőit és szakmabeli alkotókat.